Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Szeretettel köszöntök ismét mindenkit a Parallaxis Univerzumban a mikrofonnál, Horváth Ádám Tamás. Claudia halála szörnyű tragédia, és nem telhet el elég idő ahhoz, hogy ne érezzük hiányát. Örökké velünk lesz, és örökké a műsoraink lelkének egy darabja mindaz, ami ő maga volt. Egy végtelenül energikus, mindig vidám, fantasztikus lány, akiben egyszerre volt jelen a tudomány és a vallás kettős látásmódja. Akit mindig lehetett piszkálni adásban, és aki sosem hagyta szó nélkül, aki Csaba helyére ült be, és lazán felvette a tempónkat, sőt, sok esetben túl is szárnyalta. És akinek egyénisége, szellemisége és öröksége meghatározta, és a jövőben is meghatározza mindazt, ami a Parallaxis Univerzum maga. Ebben a műsorban kedves barátunkra és kollégánkra, Ivanis Ríger Klaudiára emlékezünk. Köszöntöm Pécsi Gézát, a Jaguar Land Rover a mérnökét, a Parallaxis Univerzum felelős szerkesztőjét. Szia Géza! Sziasztok! és Vince Miklós, az LKH elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársát, a és Univerzum vezető szerkesztőjét. Szia, Miki! Sziasztok! Most, hogyha már ide adtad nekem a szót, akkor ezt azért szeretném már kérni is tőletek, megmondani is, hogy igazából azért vártunk relatíve sokat ezzel a műsorral, hogy Bármennyire is nehéz ez, de hogy próbáljunk meg, nem egy búval bélelt műsort csinálni. Ez, ugye, ez elképesztő feladat. Van a, van a gyásznak öt szakasza, hogy ezt mondani szokás, ezt biztos hallottátok. Van a tagadás. Ugye azt jól emlékszünk, hogy itt szerkesztőségileg keresztül mentünk ezen, hogy az nem lehet. Ilyen nincs, ilyen a világon nincs, hogy valaki 33 évesen. Hát még azt sem mondom, hogy élete teljében, tehát konkrétan a legszárnyalóbb fiatal korában sok ezer ember által szeretett, és ez nem túlzás. Ilyen fantasztikus ember, így hopper ragad a halál. Ugye ez az első, hogy ilyen nincs. Második fázis az volt, hogy harag. Ugye? Ezt szokták mondani a pszichológusok, hogy második fázis az, amikor jön a düh meg a harag a világra, meg mindenre. Hát ilyen, tehát hogy, hogy egyszerűen nem lehet elfogadni, hogy ilyen van. Tehát például én is például azok közé tartozom, akik azért, ha nem annyira aktívan, mint Klaudia, de azért én is vallásosnak tartom magam. De hát azért, ez, lássuk be, hogy ez egy botrány, és hát olyankor az ember azért kiakadt, hogy Jézus Krisztus. Hogy lehet ez? És akkor persze jönnek a fázisok, amiket úgy hívnak a pszichológusok, hogy alkudozás, depresszió és elfogadás. És hát az elfogadásig, hogy olyan eljutottunk-e egyáltalán addig, hogy ezt egyáltalán elfogadjuk, hogy meg tudjunk erősödni abban, hogy mi mindent itt hagyott mégis Claudia, Én nem vagyok benne biztos, hogy eljutottunk az elfogadáshoz, viszont abban tök biztos vagyok, hogy ő lenne az az ember, aki azt mondaná most, hogy srácok, most már hagyjátok már ezt, most már oké, okay, ez van, most csináljuk, most pörögjünk, most legyen, legyen a parallax is olyan, amilyen volt. Tehát szerintem biztos, hogy ő is ezt mondaná. Hát Nyilvánvaló soha nem lesz olyan, másmilyen lesz. Remélem, hogy több lesz ettől egy mélyebb dolog, dolog lesz. Ö, én idő kellett az, hogy én például el tudja kezdeni ugyanúgy nevetgélni olyan ironikus dolgokon, amiket Claudia mondott volna, vagy gondolom, hogy mondott volna egy adott helyzetben, vagy hogy leoltotta volna mondjuk Gézát, hogy, 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 hogy hol vannak az amerikai városokat a térképen. De, tehát, hogy, de most már eljutottam oda, hogyha visszanézem, és szerencsére a paralaxis Facebook oldalon van lehetőségünk arra, mert más se csinálunk, mint Claudia emlékvideókkal bombázzuk saját magunkat, ö, és én tisztességesen meg is nézem mindig őket, és, és, most már tudok hangosan röhögni a szövegein, és, és szerintem ez már az elfogadás fázisa. De baromira hiányzik. De Géza, te hogy vagy ezzel? Hát ugye ez, ez elég érdekes, tehát én becsöppentem a műsorba, szó szerint, és mai napig emlékszem, amikor az első műsort ugye te vezetted, Miklós, és akkor itt volt Klaudia is. Érdekes volt, hogy, hogy, hogy mennyire ilyen teljesen természetesen kezelte le, hogy én itt vagyok. Ugyanúgy elbez tudtuk beszélgetni, mint hogyha megismertük volna egymást elég régóta. És már az elején, elejétől kezdve mondjuk ez már amikor úgy hallgattalak titeket, hogy még csak hallgató voltam, még nem dolgoztam úgy mondani, <laughs> akkor is már, már ledöbbentett, hogy egyszerűen iszonyatos lexikális tudás, hogy koncentrálódhat valakiben. És hogyha már a vallás ne tartunk, ugye hitoktató és elég vallásos emberként, engem nagyon-nagyon megfogott egy adás, akkor még szerintem elég távol voltam attól, hogy én a Parallaxis Univerzum tagja legyek, és volt egy adásod, ami konkrétan arról szólt, hogy tudományos vallás. És az például, ez egy, szerintem ez egy olyan szinten egyedülálló volt ilyen tudományos podcastekben. Emlékszem, hogy így hallgattam, hogy wow, Szerintem ez egy plusz. És nagyon de érdekes volt, hogy tudtatok mindannyian nyíltan beszélni az egészről. Szerintem ez az, ami, 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 egy nagyon nagy szikret és pluszt ad ahhoz, hogy tudomány, mert ugye szerintem erről már beszéltünk, hogy a tudomány az tart egy ideig, és utána jelenleg még mindig úgy vagyunk, hogy ott van valami, ami lehet energia, meg lehet Isten, meg bármi. Szerintem szükség van a vallásra, meg szükség van, meg szükség volt Kaudiára, meg szükség van még nagyon sok ilyen emberre. És tovább kell vinni azt, amit ő képviselt. Szükség van arra, hogy, hogy valami, tehát ha valami értelmet akar az ember a világban látni, és történnek ilyen dolgok, mint hogy, mint hogy egy ilyen fantasztikus ember 33 éves korában meghal akkor persze az ember most már még jobban értem, meg amikor láttam azt a hatást, amit kiváltott ideértve a temetésnek a megrázó élményét is. Tehát, hogy, 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 az emberben meg kell, hogy erősödjön valami, akkor is, ha az csak egy placebo, de én hiszem, én speciál hiszem, hogy igaz, de sose tudjuk meg, ahogy mondtad. Tehát, hogy ez nem lett a végső igazság, tehát ahogy ez, ez izé, hogy, hogy, van az a dal, hogy, hogy, hogy amikor azt hiszed, hogy, hogy hogy rossz a vég, akkor akkor ez még nem a vége. Ugye? Igen. Tehát akkor ut ez van, hogy valami megmaradási törvény kell, hogy legyen, mert ez olyan ordító igazságtalanság, és olyan elfogadhatatlan, hogy ezt nem tudod máshogy feloldani magadban. Én legalábbis nem tudom máshogy feloldani magadban. Az ember, ember nem tudja, szerintem. Nem. Tehát ez egy olyan Igen. dolog, amit, amit amit akkor ért meg az ember, hogyha már nem itt van. Igen. Tehát, hogy amikor már nem, amikor már egy energiaként szerepel, nem pedig egy, egy ilyen testben. Hát, vagy bármi legyen is, most igazából sosem szeretem, amikor behozunk olyan szavakat, amik a fizikában jelentenek valamit, tehát akkor mondjuk a hallgatóknak, hogy itt most, amikor azt mondjuk, hogy energia, vagy bármi mást, akkor az metaforikusan mondjuk. Persze. Nyilván nincsenek szó szókészleteink. Nem akartam inkel. levezetni egy képlettel. <síthat> Vannak olyanok. Igen. No, szóval, hogy, hogy amit látunk, az csak egy részrendszer, egy alrendszer. És az alrendszer, igen, az alrendszer az igazságtalannak tűnik, de lehet, hogy egy nagyobb skálán, amire nincs rálátásunk, kiegyenlítődnek az igazságtalanságok. Hát momentán szerintem a, a, abba lehet vigasztalás nyerni, hogy ez így van. Ezzel egyetértek, igen. Az az igazság, hogy amikor megtörtént a dolog, illetve amikor tudomán szereztünk róla, akkor... Hát hasonlóképpen én is azért, hát nem is tudom, eldobtam az agyam, vagy nem, nem, tényleg nem tudom, hogy mi a jó kifejezésre. Azzal együtt, hogy azért a hallgatóknak talán azt elárulhatjuk, hogy én a, kb. az utolsó hétig tartottam vele a kapcsolatot, rendszeresen beszéltünk, és nyilván az ember mindig reménykedik, és reménykedik, hogy, hogy valami, valami csoda, vagy valami olyan dolog történik, ami ami csoda számba megy, de de azért hát az ember azért ilyenkor magában megpróbál, hát lehet -e egyáltalán, nem tudom, rossz szavak, de hogy megpróbál azért készülni arra, hogy, hogy mi lesz, ha a legrosszabb történik. Én legalábbis ez a típus vagyok. Mi lesz emberileg, mi lesz a műsorral, mi lesz úgy ámbloka a jövővel, és amellett, hogy ez mind-mind egy baromi igazságtalan dolog, és az még itt nem hangzott el, de azért azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ugye mi azért nem ismertük olyan hosszú ideje, egy két éve, másfél-két éve jött közénk Klaudia, mi azóta ismerjük, de az első napokban hát igazából nem tudtam másra gondolni, mint azokra, akiket itt hagyott, és azokra, akiknek az életében sokkal nagyobb jelene volt Klaudiának, mint a miénkbe, a, a családja, a, a gyerekek, akiket tanított, az Egyesület, vagy bármi más, vagy akár a hallgatók, és de mindig próbáltam úgy nézni a dolgot, amit Miklós is mondott, hogy, hogy hát Klaudia lenne az, aki azt mondaná, hogy, hogy azért menjünk, menjünk tovább. De amit akarok mondani, az amikor, amikor, ugye megtörtént a dolog, akkor, akkor úgy voltunk vele, hogy ami most is tart ez a leállásunk, hogy egy hónapra rájunk le, mind a hallgatóknak, mind a csapatnak kell a a gyász idő, vagy a feltöltődés, vagy a ez ezután a szörnyű tragédia után, és de én mégis úgy éreztem, hogy valamit, valamit azért akarok csinálni, amikor Klaudi, és ugye ekkor készült az a kis nagyon rövidke videó, ahol az egyik szerepléséből vágtam ki egy rövid részletet, és akkor azt kiraktam tulajdonképpen a YouTube csatornára, és nagyon érdekes volt, én híres vagyok arról, hogy egyáltalán nem vagyok vallásos, és gyakorlatilag bár hiszem azt, hogy egy zuhanó repülőn nincsen ateista, de én, én, én egyáltalán nem hiszek ezekben a dolgokban, de amikor vágtam az egészet, ezt a kis videót, akkor a végén ugye az Áron, aki a mi hangunk, Klaudiának van egy ilyen felmondása végén, és amikor azt beillesztettem a premierbe a megfelelő helyre, és elindult, és meghallottam, hogy Klaudiának, ahogy ezt így elmondja, akkor mellettem lévő pohárban, a bögrében a kanál így megmozdult, és csörömpölni kezdett persze nyilván számtalan oka lehet ennek, és én is teljesen a, vagy a föld, két lábbal a földön álló emberként nyilván millió magyarázatot tudok rá mondani, ahogy eleve mozgattam az asztalt, nem volt úgy a kanál, pont akkor, tehát a, nyilván ez a véletlenek összjátéka is lehet, én akkor hangosan így fölnéztem a, az égre, vagy a plaforra, és mondtam, hogy hát ez Klaudia, ha nem te voltál, akkor senki. Szóval, hogy, ö, ö, és és valahogy így próbálom én a magam részéről átvészelni ezt a, ezt a hatalmas sokkot, amit ez okozott, és el sem tudom képzelni, hogyha engem ennyire megvisel, akkor mennyire viselheti meg azokat, akikről az imént beszéltem, a családot, a, a közeli barátokat, hozzátartozókat, és, Valahogy mindig azzal vigasztalom magam itt a közös chat felületünkön is azért nagyon sokszor előjött most az elmúlt időszakban az, hogy na azért ezen Claudia nevetne, vagy Claudia jól kiosztana, ugye Miklós is. itt. Ja, például most a kanálnál szinte hallottam, amikor azt mondta volna, hogy jaj! Ugye? Ugye, ugye? Ez az, és, 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 és ez van mindig, és most, a, a miatt ezt az adást elkezdtük volna fölvenni, a, az utolsó adást meghallgattam, a, pont a, az Ig Nobel-díjas, Nobel-díjas adásunk volt, ugye, amiben utoljára szerepelt tavaly, Október végén, ha jól emlékszem, és. Szóval én most nem, nyilván nem akarom, hogy félreértsétek. Én, én mindenkivel szívesen ö, ö, csinálok adást, szeretem, hogy itt van köztünk Géza, alig várom, hogy Norbival is aktívan elkezdjünk adásokat csinálni, de hát szóval az egy betölthetetlen űr minden értelemben, amit Claudia itt hagyott nekünk, az egész stílussal az, hogy én, én rengeteget most nagyon sok adást hallgattam végig az elmúlt időszakban, rengeteget szívtam a vérét, amin mindig jókat tudtunk nevetni, nem csak adásban, hanem adáson kívül is amit nagyon jól tudott a helyén kezelni, ja, és profi, nagyon szívesen. Nagyon nyomta. Igen, mert ő tipikusan ő így be bele, tehát így, így, hogyha volt egy vita, akkor nem, ez, nem ezt, a, ezt az ilyen sértődőt felett adta, hogy jó, oké, akkor kész, hanem ő így belállt, és, és megmondta, és kész érvekkel megvédte. Meg magát. olyan dumája volt, emlékszem, egyszer valamelyik YouTube, subzsáner YouTube videó alapján alatt valamelyik kommentelő beért, hogy hát elviselhetetlen ez a rikácsolás. Nem igen, no? és igen, Akkor izé, mert hogy nem, nem volt szimpatikus a, a nagy érdeműnek hogy a Claudia milyen hangon beszél, hogy amúgy egész jó lenne ez a műsor, de... és akkor ilyet, ilyet írt alá, hogy engedélyt kérek pontás zsugorodni, azt mondja. Olyan óriási duvák, elképesztő. Meg hát a, a klasszikus történet, amit te is emlegetsz, és a, a szokol ébresztőben is elmondtál, hogy ugye a, a farkas Bertalan és a dinoszaurusz kaki, hát szóval, hát a valaki, akkor ez, ez ennyire tipikus klau. Abszolút, igen. Az milyen volt tényleg egyébként az, hogy temetés után két nappal szokolébresztő, és hú, is valamit kéne mondani, meg kéne emlékezni, de konkrétan jó, hogy kitaláltam, hogy legyen egy perc a csönd, mert kb. meg se tudtam szólalni, és akkor az egyetlen közelítőleg értelmes dolog, amit ki tudtam nyögni, az ez a sztori volt, ami egyébként nem <laughs> tudom miért, nyilván nem, ez nem reprezentálja azt a millió dolgot, amit csinált, érted? Mondhattam volna ezernyi szubzsáneres sztorit, vagy beszélhettünk volna a regényéről, amúgy megemlítettem ezeket, de, de, de érted, annyi minden van, Hát igen, de most önmagában visszatérve erre, ugye ez a Jurassic Park parkos adásban hangzott el, ugye ez, a, ez, az élmény, amikor a, odatta a dinoszaurusz kakit, ugye, a, az, a magyar űrhajósunknak, aki kim volt az űrben, ugye, mert több is volt, mint tudjuk. Az, az volt, az volt az, az adás, amikor Ugye én, 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 vezettem az adást, de szerintem én voltam az, aki hármunk közül legkevesebbet tudja a, legkevesebb ett, ugye, a meg ezekről a korszakokról, ugye. <laughs> És így vicces volt, hogy így bejöttem, én mondtam ezt-azt, meg tudtam a filmről, de nagyon kemény. Tehát jött a Claudia, mint hogy egy úthenger lett volna egy tolólappal, és így mindent így kirázott az ujjából a dinoszauruszokról, és akkor így néztem, hogy... De meg a vulkánok, azt oh. vágjátok, a vulkánokat mennyire vágta? Hát azóta tő tőle tudjuk, hogy milyen lávatípusok vannak, hogy pahoj-hoj, meg mit, meg micsoda. Meg, au, au. Még mielőtt azért az ennyire humoros és kellemes sztorikral beszélnénk ugye a műsor második felében, hogy így mondjam. Azért beszéljünk még egy pár szóban arról, amit itt most mondtál, csak rosszul mondtad, nem a temetés után két nap a halála után két nappal, ugye pénteki napon halt meg, te hétfőn élőadásban ah, voltál a arra. Szokolon. Hát több szempontból egyáltalán nem irigyeltelek, és utána azért egy, egy vidám műsort kell csinálni, és szerencsére sikerült is egy, egy vidám műsort csinálni, de hát azért... Szóval, hogy ez ezen nem könnyű. Nem, igazad van, és hogyha egyedül lettem volna abban a műsorban, akkor bajban is lettem volna, de szerencsére ugye ott volt a Pál Andris. És, és, és hát ő, ő, ő bele lehetett szakmázni, és akkor az úgy tök jó volt, és aztán végül feloldottunk, és hát persze ott is az volt, hogy na, most akkor a Claudia maga mondaná azt, hogy most oké, és látszok ennyi elég volt, most akkor beszéljetek az exo vagy mit tudom én miről, hát akkor arról beszélgetünk. Szóval igen mindenképpen azt kell, hogy mondjam, ahogy ez Géza is mondta, azt így alá szeretném húzni, hogy ez egy nagyon ritka kombináció. Tehát nem csak az, hogy vallás meg tudomány, hanem egyébként ez a tök jó pofa végtelenül rugalmas, és, és ugyanakkor az érdekeiért mégis kiálló. Tehát érdekes, hogy ez a kettő az egyáltalán nem mond ellent egymásnak. Tehát ő, 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 ő teljesen karakteresen megvolt az értékrendje, a véleménye a világról, az, hogy, hogy ő, mit szeret és mit, mit nem, mi mellett áll ki és mi mellett nem, tehát ezek tök jól megvoltak. És közben, e, és ez ilyen látszólagos ellenmondás, de ő ezt valahogy fel, fel tudta oldani magában, mégis olyan rettenetesen rugalmas. Rugalmasan tudott viszonyulni, rugalmasan tudott veled, velem, a kommentelőkkel beszélgetni, anélkül, hogy simulékony lett volna. Igazából pont az ellentéte volt, de mégis, tehát ezt ez tényleg azt tudom mondani, hogy ez, ez valami egészen egészen szenzációs, egészen szenzációs és ritka kombinációja a tulajdonság. Igen, és ugye azért ő volt az első, akinek effektíve igazán be kellett ülni a csapatba, tényleg csapát váltva tulajdonképpen, tehát azért ugye előtte is volt egy időszak, amikor a planetology.hu csapata tagjai vezettek parallaxist, Szóval, hogy azért ez nem, nem volt könnyű, azt gondolom, vagy most utólag uh, látva, vagy, vagy uh, kicsit jobban figyelve, akár uh, Géza, akár Norbi akklimatizációját, azért ez, ez, uh, ez a magas, magas a mérce. Mit gondolsz erről, Géza? Tehát, hogy most így egy akarva, akaratlanul is egy olyan mércét kaptatok. Jó, most te már azért nem vagy teljesen friss csapattag, mert hogy már ezért egy ideje vezetsz aktívan műsort, de hát uh, azért mégis, mégis egyfajta ilyen Ugye te eredetileg is Claudia pótlására érkeztél, ja, Jézusom, ezt olyan rossz kimondani, de hogy. Tehát azért érkeztél, mert eredetileg úgy volt, hogy Claudia egy fél évet kihagy majd a... a, a, a a műsorból, a parallaxisból, és ez még a betegség előtti időszak, jóval. De egyébként most már mondhatjuk is, hogy miért. Tehát ez már ugye rengeteg helyen leírták az interneten, és majd beszélünk is erről. Tehát úgy volt, ugye, hogy Claudia elmegy szülni. Igen, igen. Igen, ugye ez így, így hívott föl engem engem Ádám, tehát nekem az, az volt az egész furán, mert én így kimaradtam a sztoriból. nekem az volt, hogy a beszéltünk, hogy igen. Claudiának kisgyermeke lesz, és akkor majd ő jön vissza, de addig én leszek benne. És akkor ugye Ádámmal is történt az a agyi katasztrófa nyáron, és utána ugye szeptemberről kezdtük fölvenni az adásokat, és akkor ott volt nem, és nem én értettem, de így nem nagyon foglalkoztam vele, hogy, hogy most mi van. És akkor így utána állt össze a kép. Úgymond, de visszatérve erre, amit mondtál, tehát <kül> Ez is érdekes, hogy szerintem Claudia kevésbé volt az az ilyen szmoltókoló emberke, tehát ő nem nagyon, nem nagyon kerülgette a kását, hanem ő így, ő így oda mondta, megkérdezett, egyértelmű válaszokat várt, és egy kicsit azt is érzem, hogy ő, ő így kíváncsi volt azért, hogy mondjuk milyen lesz velem műsort csinálni, aztán gondolom lenyomtuk az elsőt, másodikat, aztán rájött, hogy jó, oké, okay, maradhat itt ugye magas szintű szakmai színvonal van ebben a csapatban. Természetesen én úgy jöttem ide, mint egy laikus, tehát normális mikrofonom ne sem volt még eleinte. De mégis szerintem az ember, amikor már megcsinál egy-két adást, akkor jön ki tényleg, hogy most az ember belevaló-e, vagy nem. Tehát addig lehet beszélgetni, meg lehet valaki nagyon jó ember, meg tudunk jókat beszélgetni cseten, hogyha valaki így élőben nem olyan, amilyennek kell lennie. Ez az én véleményem. És ez például szerintem nagyon jó átjött, hogy hogy, hogy, ő is így ilyen volt, hogy, hogy ő egy beszélgető partner, amireket én szeretek. Tehát én nem szeretem azokat a beszélgető partnereket, akiknek mondasz át, majd ő, ő tudod, hogy más gondol, de é, ja, igen, jó, akkor legyen az. Hanem ő, hogyha bét akart, akkor bét mondott. És hogyha én az ám ellet kiálltam, akkor ő mondott még három olyan érvet a bére, hogy én voltam így, hogy jó, figyelj, akkor szerintem fair enough. Ez így van. Például gondoljatok bele, hogy mennyire menő volt már, amikor ő elmondta, amikor már a 17. ilyen izét csináljuk arról, hogy a Földön kívüli élet így meg úgy, és akkor elmondta, hogy hát ő szerintem úgy nem létezik intelligens élet a Földön kívül, például. <laughs> ja. Most nem ne mintha ez egy olyasmi lenne, ami miatt az emberek a kocsmába örre mennek egymással, meg minden, de azért. Nem tudhatod, nem azért tudhatod. Ez kategorikus. Tök jó Ó, volt. bocsánat, Miklós meg a kocsma, de pontosan tudja, pontosan tudja. <laughs> Hát igen, de a kocsmában én speciálisan nem láttam ilyen lételméleti vitákat. Hogy, én. Na, most meg a hóra, beszéljük meg, hogy Giordano Brunoval élve, hogy a lakható világok sokasága az vajon tényleg lakott-e. Ugye? Aztán a mágiára baszlak, nem. De ez nincs, nincs, nincs. ez így már, de tök jó volt. Ő behozta, elmondta, jó jó volt. Aztán a szubzsánert, azt ne hagyjuk említés nélkül, mert szerintem az aztán abszolút igen, egy igen. hiánypótló dolog volt. Most meg ugye nem potolja a hiány semmi, tehát most ugye baromira hiányzó dolog, hogy, hogy volt egy science fiction könyves podcast, amit teljesen ő maga álmodott meg és valósított meg. Nyilván a még technikai segítségével, de hát ez egyértelműen egy, egy olyasmi volt, ami tényleg egyszerűen nem is értem, hogy miért nem volt korábban ilyen, de ő megcsinálta, nagyon jól csinálta, és én nem is tudom, hogy nyilván azt is kéne valakinek folytatni. Ő maga is ezt akarta, úgy tudom, de igen. hát azért ember legyen a talpán, aki beül az ő egy ilyenben. Miklós, te már írtál könyvet? Hát kis regény, de nem jelent meg könyvformájában, viszont a Klaudiáé igen. Tehát a Claudia írt egy olyasmit, amit konkrétan kiadtak. Ugye ez az Uraborosz nevű, ugye az Uraborosz az ön, ön, ennen maga farkába harapó kelgyó, vagy mi? Tehát a ön maga farkába harapó kígyó. Ami egy krimi egyébként, tehát nem egy science fiction írt, annak ellenére egy szubzsán, minden, ugye egy, egy ilyen nagyon érdekes történet az egész, és ugye hozzátartozik, hogy ugye író jálnéven írta, amit ugye nem annyira lehetetlen megfejteni, mert ugye ő, hogy, mondta? A, 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 a Ivanson. ugye? Igen, hát az ugye, mert az I Ivan nincs, ugye az Ics, ugye a férjének a neve, de az Ics az nyilván az a fia valakinek, hát hogy az skandinávosítja, mert hát ugye imádta, természetesen Claudia imádta a skandináv tucokat, Ugye gondoljunk, a, gondoljunk arra, hogy milyen meggyőzően és hat hatékonyan beszélt az időbevándorlók. Az idő igen, a Biforiners sorozatról, az időbevándorlókról. Na hát, szóval neki volt egy ilyen amúgy tök érthető vonzódása az ilyen nordikus dolgok felé, úgyhogy emiatt aztán itt helyett szonná avanzsálódott, hogy ki. ki... Meg egyszer, amikor az egyik adásban beszéltünk arról, hogy ez az, az, az Európit faj honnan származik, akkor is ő. ő mondta ezt, hogy tulajdonképpen ez a skandináv, ez a kék szem. Vagy igen, kék, kék szemről beszéltünk, hogy a kék szem milyen domináns is. Hogy az... Bizony, és tudod, az az utolsó beszélgetésünk volt vele. Mármint így, igen. így a hallgatók igen. előtt. Tehát nyilván nem volt még, de hogy, de hogy az volt az utolsó adás, amiben szerepelt a Nobel, Nobel adás, amikor hmm. megtudhattuk, hogy ő és a férje milyen génkészleteket igen. hordoznak magukban. Egészen érke, érdekes volt. Én érdekes, hogy ahhoz képest mondjátok, hogy csak másfél év, és tényleg az volt, hogy másfél, tényleg, tényleg csak másfél év. Persze emlékszem én is, hogy az első adásunk az volt ugyanaz, amikor a raszt és is beszélgettünk, ami kb. elvitte az egész adásidőt. Tehát szegénynek kb. meg úgy belecsöppent az egészbe. Tehát, hogy kb. annyi volt, hogy sziasztok, amúgy én is itt vagyok, hello. Tehát így kb. szegénynek alig, alig jutott szó abban az adásban, mert már eleve kitaláltuk, hogy miről lesz szó, meg ott volt egy ilyen fél órán, nem, 40 perces interjú ezzel az űrhajóssal, tehát igazából eleve alig, így is alig fértünk úgy bele, de hát az tényleg olyan, mintha évekkel ezelőtt történt volna. Tehát egyfelől olyan, mint a tegnap lett volna, tökéletesen emlékszem, másfelől meg azért másfél éves ismerettség alatt elég kevés emberrel beszél az ember ennyi mindenféléről. Tényleg úgy hiányzik, mint, hogyha egyik másik igazán közelebbi barátom ment volna el, mert egyszerűen több eszmecsere volt vele ebben az időszakban, mint nagyon sok kedves ismerősömmel, akivel mondjuk tíz évben beszélünk annyit összesen, mint amennyit vele letermeltünk másfél évben. És amit még nagyon szerettem, mindig szeretném földobni a közös csetbe a témákat, az ilyen különböző ö, magyarság őstörténet és dolgokon, mert mindig, mindig valami reakciót ki tudtam csalni tőle. Bennetek van olyan dolog, van olyan mondat, van olyan bármi, ami, ami bennetek maradt, amit úgy elmondanátok Klaudiának? Vagy ugye itt a hallgatók nem tudják, de mi készítettünk Claudia számára egy, egy várunk vissza videót, egy szeretünk és, és gyógyulj meg videót, amit ő már nem láthatott sajnos. Sajnos az utolsó pillanatban készítettük ezt el ezen a vonalon elindulva marad bennetek olyan, ami, ami, amit nem tudtatok neki elmondani, vagy amit már így elmondad átok? Bennem neki mondani való nem maradt, hanem az maradt, amiket ő mondott, és folyamatosan hallom vissza a szövegeit. Például, amikor egyszer beszélgettünk arról, hogy, hogy a, a pont talán pont a tudományos vallás, vagy nem is tudom melyik adás van, ami azzal volt kapcsolatos, hogy, hogy milyen a keresztény teológia szerint a világ vége, hogy az jó dolog-e vagy rossz. És akkor, és akkor elmondta, hogy hát, és akkor szerepelt benne ez a szó kapcsolat, hogy és a végén minden szipi-szupi lesz. Hát én azon már akkor röhögtem, hogy ezt így mondta. És azóta észrevettem magamon, hogy, hogy ez nekem a bár életemben nem mondtam ezt korábban, ezt nem is tudom, hogy ez talán honnan van, de Lego Kalandból. Talán... Honnan? Igen, Legó Kaland című filmből van egy ah, dal. Mind, minden szép és szuper. Á, ezt nem, fia én nem tudtam, én, én bár sok minden... Miklós, Miklós, egy kő alatt él, ezt ne felejtsük. Én Miklós egy kő alatt él, de innentől kezdve ez a duma, ez nekem a Klaudiához kötődik, és áll, mostanában, állandóan használom mindenre. És a végén, a végén minden szipi szupi lesz. Ez is megpróbálok az ő, mondom, az ő szövegének megfelelően hozzáállni ehhez is. Az meg, hogy hogy, 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 mi marad bennem? Hát elmondom én, mi marad bennem, ha gondoljátok, hogy itt az ideje. Mert hogy szóba hoztuk már a Planetologist csapatot, és egyébként az ő kezdeményezésük volt az, a Baba Genetika Egyesülettel karöltve, mert hát ugye meghalt Claudia és ez bizonyos értelemben egy korai diagnózissal talán elkerülhető lett volna, ami egészen durva, de tény. Tehát őszintén szólva, ami miatt a Planetology csapat, konkrétan egyébként Erzsó, akit említettél, Kocsis Erzsó, illetve a Baba, Genetika csapat együtt, de hát a Planetology égisze alatt, tehát a Planetology és a Baba Genetika együtt működve indítottak egy ilyen, hát egy nagyon rövid, egyszeri kampányt, aminek az volt a célja, mi is osztottuk a Facebook oldalunkon, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy iszonyatosan fontosak a szűrővizsgálatok, a korai diagnózis életet menthet. Ezt el is olvashatjátok, tehát a például a, akár a Planetology, akár a Parallaxis, akár a Baba, ben ben Baba Genetika direkt uh, oldalán kutakodva eljuttok előbb-utóbb ehhez a cikkhez, aminek a címe az, hogy 33 évesen halt meg a gyerekek kedvenc tanára, Claudia. És uh, itt ez hát egyrészt egy nagyon nehéz szöveg, tehát iszonyatosan nehéz olvasmány, mert egyrészt lelkileg baromi megterhelő, mert egy, nem csak egy szerkesztőtárs, társ, hanem egy barát írta az Erzsó személyében, aki végig, tehát tényleg kb. az utolsó pillanatig kapcsolatban volt vele, és segített neki nagyon nehéz pillanatokban. Na most ugye másfelől azonban meg azért is nehéz a szöveg, mert eléggé informatív és nagyon sok, de rendkívül hasznos információt tartalmaz. Úgyhogy most csak szemezgetek belőle, de egy nagyon jó gondolat, legyen minden évben a fogadalmunk, hogy szűrővizsgálatokra megyünk. Ez fontos. És azt mondja, tartsuk is be. A rákos megbetegedések szövődményei nagy mértékben ha hogyha időben fedezik fel a daganatot. Claudia esetében a, a, egy nagyon agresszív és nem igazán szűrhető fajták miatt, ez már túl későn történt. De vegyük észre, hogy azért a legfontosabb szűrővizsgálatok, mint például emlőszűrés, tüdőszűrés, nőgyógyászati szűrővizsgálatok, ményakszűrés, ezek, ezek elérhetők, és, és nagyon fontos ezeket fiatalkorban is igénybe venni. Mert itt például mi a sztori, és itt a, szépen le van írva a sztoriban, hogy információ, döbbenetes információ, hogy petefészekrek miatt évente 140 ezer nőt vesztünk el világszerte, és 250 ezer új esetet diagnosztizálnak, és, 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 egyáltalán nem nyugtathatjuk magunkat azzal, vagy nem altathatjuk el magunkat azzal, amit ezt egyébként Claudia esete is mutatja, hogy ez, ez nem egy időskori dolog. Ezek bizony nyilván ritkábban, de fiatalkorban is megtámadhatják. És hát a férfiak ugyanannyira Robert. veszélyeztetettek, hereráktól kezdve, ugyanúgy az emlőrák az például a férfiaknál is. Prostatarák. előjöhet, prostatarák, tehát hogy ti, ti, esetleg, majd aztán szeretném a Géza is válaszolni, hogy maradt-e benne valami, de ti ennek hatására, a történtek hatására um, szándékoztak elmenni valamilyen szűrővizsgálatra, akár rák akár másfajta betegség kiszűrésére, um, mondjuk idén, tehát hogy, hogy van ennek egy ilyen lecsapódása felétek? Részemről igen. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy még nem jelentkeztem be vizsgálatra, de ez átbillentett. Mondjuk édesanyám halálával elkezdődött ez a dolog. Ő szintén nem valami idősen. Tehát 58, még az 59. születésnapja előtt elhunyt egy áttétes rákbetegségben szintén olyan sztori volt, hogy valószínűleg sokkal korábban kellett volna kimutatni, és akkor megelőzhető lett volna, mint amúgy kb. majdnem az összes. És ezért aztán ez iszonyú fontos. És nyilván mondtok, hogy próbálunk értelmet keresni az értelmezhetetlenben, és itt meg különösen bőgök mindjárt, mert amúgy ebben a remek cikkben, konkrétan, amikor az a szöveg van, amikor az van, hogy, hogy itt legyen minden évben a fogadalmunk, ahogy ezt olvastam a cikkből. Alatta van egy olyan kép, amikor Kló egy kígyót tart a kezében, na most ez konkrétan az ásványbőrzén készült kép, ami az egyetlen olyan eset amúgy, amikor életemben személyesen találkoztam vele. És oda jött és megölelt, és. és Na szerencsére akkor épp nem volt nála a kígyó. De ott volt egy olyan stand, ahol lehetett kígyókat simízni, ami persze őt szintén nagyon érdekelték az ilyen állatkák, szóval ez volt ő. Szóval a lényeg az, hogy baromi fontos, és én igen, én hát én el fogok menni valami ilyesmire, többre is, és szerintem ezt senki se sajnálja magától ezt az időráfordítást. És én még azt is kiemelném, hogy az önvizsgálat is nagyon fontos. Tehát persze fontos hogy a szűrővizsgálatok, de ismerni kell az embernek önmagát, is, hogyha valami olyat fedez fel magán, ami addig nem volt, akkor fel kell tenni a kérdést az embernek magában, hogy mi volt, mi lett, és mit kell csinálnom. Igen, fiatal szervezeteknél, ahogy mondtad is Ádám, nekem különösen gyors lefolyásolk ezek a dolgok. Tehát egy hasnyálmirigy rák például, amit végül hol szintén átterjedt a daganat. Ugye az van, hogy, hogy ugye Eszterházi Péter példájára, ha gondolunk, igazából egy idősebb szervezetnél ez el tud húzódni egy-két évig. De fél évig mondjuk. De, de egy fiatal anyagcsere esetében, mint ami Claudia-é volt, viszonyatos gyors. Én azt hiszem, hogy én talán azóta vagyok egyfajta sokban, amikor így beírt a csetre, hogy hasnyálmirigy rák és egy gyors Google keresés után hát szembesültem a nem egy elképesztően rossz túlélési arányokkal, és én, én azt gondolom, hogy azóta vagyok sokban. Ezt így konkrétan én, én ezt így gondolom, de amúgy nyilván nem én vagyok a lényeg. De Géza, benned maradt valami? Uh, igen, most gondolkoztam is, amíg most beszéltünk erről, hát <coughs> ugye én is vallásos vagyok, mert Claudia is vallásos volt, és mivel ő már nincsen itt, szerintem értelmetlen bármit is, hogy mit mondtam volna, mert én, én úgy tudom, hogyha valaki nincs itt, akkor mindent lát és mindent hall, szóval tök mindegy bármit mondani, mert ő a gondolatodat is tudja, hogy te mit akartál mondani, vagy mit nem, szóval szerintem ő biztos tudja. <laughs> Na, hát ebben kiegyezhetünk és ahhoz képest, hogy azt mondtuk, hogy nem lesz ez egy búval bélelt adás, ahhoz képest azért nem mondom, hogy rojtosra röhögtük magunkat. Hát igen. De azért, azért én azt hiszem, hogy nekem speciál terápiás célból is sokat segített ez a beszélgetés. Most persze vicces, hogy pont a parallaxis hallgatósága előtt tartunk ilyen csoportterápiát, meg minden, de igazából azért gondolom, hogy ez tökre rá, rájuk is tartozik, mert ez az egész paradoxis univerzum annak minden hallgatójával, követőjével, stb. Ével együtt. Ugye őket is ugyanúgy megrázta ez a dolog, tehát ugyanúgy ez tényleg ez egy olyan közösség, ahol mindenki szur szurkolt, szorított Klaudiáért, és, 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 aztán osztozott a gyászunkban, van, úgyhogy szerintem ebben a terápiában is azt hiszem, hogy ők is tudnak velünk osztozni, és Claudia pedig szerintem valóban mindent lát és mindent hall. Valószínűleg, <laughs> vagy talán, nem tudom, nem, nem. Most nem a jó, hogy felkonferáltál, mint mit tudom én, tudományos főmunkatársak, de természetesen itt, itt mindig Akármilyen titulussal is konferázva minket, itt mindig magánemberekként beszélgetünk, és a magánemberi érzéseinket hoztjuk meg ebben a műsorban. és A magánemberi érzésem az, hogy hogy ez, ez tényleg értelmet nyer egy nagyobb összefüggésben. És hát nekünk is muszáj nagy levegőt vennünk, és tovább mennünk, mert Claudia is azt akarná, és ez nem csak egy ilyen kibúvó, vagy egy ilyen, ilyen pajzs számunkra, hanem hanem hát amilyen volt tudjuk, úgyhogy, úgyhogy tovább fogunk menni a műsorokba márciusban visszatérnek a műsoraink, visszatér a Parallax is is március másodikán majd az Élet című hát nem túl vidám Horror Science Fiction-nel kezdjük a Kezdjük a, a beszélgetést, hogy vesszük fel újra a fonalat. Érdekes, hogy ez az epizód akkorra volt betervezve igazából márciusra, amikor úgy volt, hogy Claudia visszatér közénk, és a, a már megszületett bence, és már úgy vezet, úgy vezet műsort. Úgyhogy de, de megpróbáljuk azért méltón, méltón hozni a, a, a továbbiakat. És hát visszatérnek a, a, a hétfői műsoraink is. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy elég volt a gyászból, mert mert Claudiának uh, is, ahogy nekünk is nagyon fontos ez a műsor, nagyon fontos a parallaxis univerzum, nagyon fontos az, amit ezekben a műsorokban tudományos ismeretterjesztésként művelünk, reméljük a hallgatóknak is ennyire fontos, és, és uh, ezért, ezért folytatjuk. De nyilván nem fogunk bocsánatot kérni minden egyes nevetésnél, hogy hát igazából nekünk most baromi szomorúnak kéne lennünk, és azok is vagyunk természetesen, de hát sajnos az életnek mennie kell tovább, és ezt, és ezt el kell fogadnunk, hogy Klódia már nincs, de mindig itt lesz velünk és közöttünk, és és az, amit hozzáadott a műsorhoz, ahogy ezt a Falconban is mondtam, az szerintem örök itt lesz a, a Parallaxis univerzumban, ahogy, ahogy, amit Csaba hozzáadott a műsorhoz, az is itt van velünk mindig. Tehát, hogy, hogy azért aki ebbe egyszer belép, akkor az, az azért nyomot hagy itt. És Claudia kifejezetten nagy nyomot hagyott a műsoron, és bár, bár, bár a, a tizedik évadig, az záró évadig itt maradt volna velünk, ugye, de hát sajnos ez, ez már nem, nem lehet így. És soha nem felejtjük, és csináljuk tovább. Hát akkor nem maradt más átra, mint hogy elköszönjek. Március másodikán érkezünk új Parallaxis podcasttel, és hát uh... Vince Miklós, Pécsi Géza és Ivanics Régál Klaudia nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!